Nyilván tudom, hogy kevesebb meccset játszott a Ferencváros, de akkor is beszédes, hogy hét fordulót követően az MTK Budapest és a DVTK van az élen, mindkét klub, hogy másodosztályba jutott fel idén, és élükön fiatal, ambiciózus, a szokásos edzőkeringős körönkívüli szakvezetők vezényelnek, ezúttal főszerepben a piros-fehér-zöldben Szergej Kuznyacov. Ezen kívül kibeszéljük a hét izgalmas történéseit, már nem Juhász Roland a Fehérvár sportigazgatója, Szalai Attilára komoly konkurenciaharc vár, hogy bekerüljön a Hoffenheim kezdőcsapatába, Szoboszlai ismét jól játszott, de nem csak emiatt kerül szóba, és kíváncsi vagyok, hogy Rudi, vagy éppen Iván adna-e Urbán Florinak ebben az évezredben még NB1-es kispadot. Nem tudom, hogy tévedtem Hajdubé István rajongói oldalára, ezt ne kérdezzétek, de azt írta ki ott, aki az oldalt kezeli, hogy biztosan a hűvös idő miatt voltak kevesen, Puskás Akadémia, Paks 209 néző, na de nem erről fogunk beszélgetni, hanem arról a rangadóról, ahol Miskolcon viszont ennél jóval többen voltak kíváncsiak arra, hogy mire megy egymással a Diósgyőr, illetve a Debrecen. Rudi, te ezt tudtad, hogy ez a két szurkolótábor egyébként ennyire jóban van egymással? Mert ilyet is jó látni, hogy végre valakik egyenpóló, szeretik egymást, nem bántják egymást, tök jó volt. Nekem sokkal inkább azt tűnt fel, és jó volt hallgatni, ahogy felváltva énekelgettek egész mérkőzés folyamán, és tényleg jó látni ilyet. Különben pont itt a nézőszámokkal kapcsolatosan megjelent egy negatívabb hangvételű cikk is az elmúlt napokban Muszbek Mihály tollából, és ő pont felhívta a figyelmet arra, hogy annak, hogy nagyon sokan távol maradnak esetlegesen a mérkőzésektől, egyrésztről az az oka, hogy a szurkolók sokszor nem úgy viselkednek, nem olyan dalokat énekelnek. Hát ezen a mérkőzésen nem lehetett ilyen probléma, mert tényleg jó volt hallgatni a két szurkoló és látni a két szurkolótábornak a barátságát. És kiemelte azt is különben Muszbek Mihály ebben az elég hosszúra sikeredett cikkben, hogy mennyire tupírozhatja egy picit, szebbé teheti egy picit az a nézőszám adatokat, hogyha olyan csapatok kerülnek fel az NB1-be, mint például a Diósgyőr. És mennyire jó volt látni valóban, hogy ennyien kíváncsiak erre a mérkőzésre, és ez nagyon sokat hozzátesz különben a mérkőzés élvezeti értékéhez is. Nem volt rossz mérkőzés, különben egyáltalán nem azért mondom, de viszont így még feltűnőbb volt szerintem az, hogy azok a játékosok például, akik érkeztek akár a Diósgyőrhöz, de ki lehetne menni nyilván pár debreceni labdarúgót is, még inkább tetszetősebben futballoztak, mintha ezt mondjuk tették volna 206 néző előtt. A körítés igenis fontos, Iván, főleg nektek ott az Egyesült Államokban. Sokan úgy tartják, hogy náluk csak körítés van, és ugye egyéb nincs a pályán. Ebbe most nem menjünk bele, ugye? Mert akkor ez egy nagyon hosszú műsor lenne, de azért olvasod az ilyen kommenteket Amerika kapcsán, nem? Hát persze, meg hát én ezt tapasztalom is, csak ugye én ezt nem negatívként veszem, hanem pozitívnak veszem. Tehát ugye szerintem ez egy pozitív velejárója a sportnak, nem egy negatív velejárója. Tehát például a mi csapatunk, itt a profi csapatunk a hétvégén, megint ilyen 5-6 ezer nézőt, nem néztem meg, egyébként 8-9 ezer ember férne be egyébként a stadionba, ez egy baseball stadion, amelyikben futballmeccset is játszanak, és úgy volt 5-6 ezer, és folyamatosan 6 ezer plusz az átlag nézőszám egész évben, hogy nem tudom, amit az utóbbi 15 meccsen nyertünk kettőt, és mind a kettőt idegenbe. Szóval, hogy valami egészen elképesztő gyenge szériába fut a mi felnőtt csapatunk. Ez a svédet van még mindig, akit mondtál? Hát amerikai, de Svédországban is, meg Dániában is, meg... De azt gyorsan mondjad, hogy ennek a csapatnak nem te vagy az edzője. Nem, én a másik csapatnak, a tartalék csapatnak vagyok az edzője. Fiatal játékosra játszik egyébként, úgyhogy nagyon sok az összekapcsolódási pont a magyar labdarúgással kapcsolatosan. De igen, hát ezért van az, ugye, mert Muszbek Mihály is elmondja, ezt egyébként korábban Dénes Ferenc is hallottuk, ezért van az, hogy nem csak a minőségen múlik a futball meccsen, hogy hányan vannak kint nézők. Tehát nem csak a játék minősége az, amit számításba kell venni. Tehát itt egy klubnak a finanszírozása, az a merchandise-on, a marketingen, a különböző szponzorációs felületeken is múlik, és hogyha olyan
élmény nyújtasz a stadionon belül, amiért megéri eljönni. Ennek ugye a csimboraszója a baseball meccs, mert a baseball meccs az ilyen 3-4 órás rengeteget lehet enni közben. Időtartam. Igen, hát de hát olyan is a kaja. Tehát úgy gondold el, hogy én amikor én van olyan, hogy amikor itt El Pasóban délben van a mérkőzés. Tehát úgy gondold el, hogy egykor kezdődik a találkozó. És az emberek szerdánként, és tele, na most én úgy mondom, hogy tele van a bár. De úgy tele, hogy oda nem lehet belépni se. Az emberek, tudod, a különböző cégek beviszik a munkatársaikat, és az agynapi ebéd. Szóval, na, nem megyek ebbe bele, de hogy nagyon sok mindent lehetne csinálni Magyarországon is annak érdekében, hogy egy show, egy kicsit, nem azt mondom, hogy tegyük meg mindegyik lépést, amelyiket az Egyesült Államok megtett a show felé, de hogy megtehetnénk egy pár lépést, és akkor nem mi csak az ilyen szomszédváró. Mi megtettünk egy pár lépést, eltöröltük a kezdőrugásnak a látványosnak. Na, tökéletes. De most azt hittem, hogy azt fogjátok mondani, hogy mi, mint PFC, megtettünk pár lépést annak érdekében, hogy az átlag nézőszámunk 10 000 fölé kerüljön. Ez igaz. Tökéletes. Egyébként, hogyha már megkaptam a szót, bocsánat, akkor reagálnék egy kicsit, hogy komolyabb vizekre vezünk, reagálnék egy kicsit a Mozbek Mihály cikre, mert Rudi aranyosan elküldte nekem ma reggel, mert én nem nekem reggel, nektek délután, de hogy én ezt nem olvastam. Hát, Mozbek Mihály. Mozbek Mihályt úgy nagyjából 10 éve nem olvasok, hogyha tehetem. Nagyon ritkán sajnos a szemem elé kerül. A Mozbek összes, nem a könyvtárom. Hát, de én úgy emlékszem a Mozbek Mihályra, hogy ő a nagy közgazdász, megmondó ember. Hogy ő aztán nagyon tudja, hogy a futball finanszírozása. Érdekes, hogy ő valahogy mindig keserű. Tehát, hogy ő még jó dolgokat nem látott a magyar futballban életében. Az ilyenfajta kritikával azért bánok óvatosan, mert még egyszer mondom, még soha nem volt az, hogy ő valami pozitívat kiemelt volna. Kifejezetten egyébként, hát már a felháborító határát súrolta az, amikor azt gondolja, hogy a politika miatt járnak ki az emberek válogatott meccsát, ezt én ugyan nem élek otthon, de valahogy a haverjaimtól nem ezt látom, tehát hogy az, ami most működik, hogy nem tudnak jegyet szerezni az emberek, hát, szerintem 30 000 van fent jegy. Igen, tehát kevésbé a politikát érzem ebben fontosnak, főleg annak tekintetében, hogy utána elmondja, hogy az NB1-ben azért nem járnak ki, mert nem jó minőségűek a meccsek, majd a válogatottnál, ahol most már látjuk, hogy elég jó a minőségűek, olyan jó minőségűek, hogy 4-0-ra verjük Angliát idegenbe, ott meg nem hozza fel, hogy a minőség sokkal jobb lettne, és azért járnak ki. Na mindegy, ezt hagyjuk is. Amit azért a Rudi kapcsán érdemes megjegyezni, és ebben viszont maximálisan egyetértek, akár Mozbek Mihállyal is, nem emlékszem, hogy ezt egyébként mondta volna, de mondott valami hasonlót, de Rudi kimondta, és nagyon jól mondta, hogy egész egyszerűen nincsen 16-18 magyar csapat, amely képes lenne megtölteni ezeket a stadionokat. Tehát hogy az egészen biztos, hogy a legkevésbé problémás mondjuk egy szegedi stadion, most én a legközelebbit, a szívemhez közelít mondom, vagy például a felcsúti stadion, vagy például a ferencvárosi stadion. Ezek a stadionok a kivételes kategóriát, és mondom még egyszer, a szívemhez közeli Szegedit, azt én nagyon, nagyon sokszor látom, hogy tökéletes méretbe jött meg, mert hogyha Szegeden NB1-es csapat lenne, akkor azért 5000 ember szerintem eléggé, hát azért meg lehetne mondani, hogy kimenne. Na de az, hogy van, mit tudom én, Fehérváron, ahol tudjuk, hogy a nézők, nem is tudom, hogy volt-e teltház, amióta a Fehérváron stadion épült, vagy éppen a Debreceni, ugye, amelyik nyilván a város méretéhez képest azt gondolták, hogy ez jó lesz, de hát nem, abszolút ott is nagyon kevésszer volt teltház. Szerintem a felcsút a legkisebb probléma, mert ott legalább nemzetközi meccseket játszanak, és arra esetleg meg tudják tölteni, de hát való igaz, mindenki mondani, tudta. Hogy egész így, már nem értettem, hogy kerül bele a Puskás, mert ugye hát ott azért mert én kevesen vannak. De ott elmondták 55-ször, hogy nem azért építették meg a stadiont, hogy NB1-es csapat legyen, bár ugye ezzel tudnánk vitatkozni, hogy nagyon úgy tűnik, hogy ott azért az NB1-es csapat meg az akadémia az egy kicsit más útvonalakon jár, de azért van megépítve. Egy Brighton-szerű csapatot azért csak mennének nézni őket, nem? Így van. Hát azért lett megépítve a felcsúti stadion, hogy ott a utánpótlás válogatott meccsek legyenek, és a Puskás Suzuki Kupa, tehát az egy előre kimondottan, nyilván felcsút faluja nem fog tudni, vagy község, nem tudom, nem fogja tudni megtölteni a 4000 férőhelyes stadion, de hogy egy olyan ékszerdoboz legyen, és akkor, amikor olyan szintű mérkőzések vannak, akkor, hogy kielégítse a feltételeket, de hogy az biztos, hogy nincsen 16-18 csapat ezen a Magyarországon,
annak tekintetében, hogy normális úgymond NB1-es körülmények legyenek, az biztos egyébként a Honvéd blogja, amiről mindig szoktam mondani, a szurkolói blogja, a Csak blog, az írt erről egy nagyon jó cikket, hogy Soroksáron 280 az átlag nézőszám másodosztályban. Hogy ezt lehet-e, gyakorlatilag az volt a cikknek, a blogbejegyzésnek a lényeg, hogy lehet ezt másodosztálynak nevezni, lehet-e. És ez egyébként na itt, ez egy nagyon jogos kérdés, és egyébként ez egy válasz 12 vagy 18 csapatos, vagy 16 csapatos NB1-re is. Hát belekezdtünk egy kicsit a körítésről, a nézőszámról is beszélgetni, de nyilván térjünk át magára a szakmára. Kuznyecov ugye szárnyal, és gyakorlatilag érdekes, hogy amikor megkérdezik a sikerről, akkor annyit mond, hogy semmi rendkívül itt nem tud. Sokat dolgoznak, Ivár, remélem figyeltél. Ellenfelünkkel ismerjük, kielemezzük a játékukat, most ugye konkrétan a Debrecent, úgyhogy nem éri őket meglepetés. Szóval mindennek a legfontosabb összetevője Kuznyecov meglátása szerint a gyakorlás. A héten egyébként az edzéseken a terhelés adagolására is odafigyelnek. Nem mond semmi extrát, mitől mégis extrának tűnik a Diósgyőr? Hogy látjátok? Belekezdek én akkor, hogy Rudi tudjon reagálni. Mindig megfordítjuk ezt a sorrendet. Szóval, hogy én Kuznyecovval... Csak hogy nem mindig én kezdjön. Persze, igazad van. Kuznyecovval kapcsolatban én eléggé pozitívan gondolkozok, és el is mondom, hogy miért. Egyrészt, amikor azt mondjuk, hogy és itt ez nagyon fontos lesz a pozíciós játékra egy jegyzet, mert ugye én erre szövöm fel a Diósgyőrt most már hetek óta. Amikor azt mondjuk, hogy pozíciós játék, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy ők náluk lesz többet a labda. Ez egy. Nem feltétlenül jelenti azt, hogy a 0. percig, a 90. percig ezt fogják csinálni, ez kettő. A harmadik pedig, hogy a pozíciós játék az nem feltétlenül mindig arra van kiegyezve, hogy mint amikor a 2008-ban a Barcelona kihozta a labdát, és hogy a pozíciós játék, már többször mondtam el, de érdemes felidézni, az pozícióból adódó előnyök kialakítása és kihasználása. Így lehetne definiálni. Tehát az, hogy milyen pozíciót veszünk fel labdával, és hogy azt abból adódó előny, pozíciós előny, dinamikus előny, minőségi előny, hogyan tudják a csapatok kihasználni a saját gólszerzésük érdekében. Na most a Diósgyőrnél ez nagyszerűen látszik. A Debrecen ellen a második félidőben visszaállt a Diósgyőr. Szóval Kuznyecov megmutatta azt, ez egy másik tanulsága részéről, és egyébként ez nekem nagyon szimpatikus, mert azt mutatja, hogy lehet nekem is igazam, meg lehet azoknak is igaza, akikkel általában vitázok erről, hogy hogyan kellene a futballt megszervezni Magyarországon. Mert az első félidőben, egészen addig, amíg 1-2-0 lett, a Diósgyőr egészen jól birtokolt a labdát, és közelebb állt az 50-50-hez, mint a mérkőzés végén. Sőt, a helyzetek kialakításában is hatalmasat borult a pálya a második félidőre. Hogyha az XG-t megnézzük, akkor az első félidőben alig-alig volt a Debrecennek helyzete, a második félidőben volt 1.6 körüli. És ez azt is mutatja, és nyilván az XG-t meg kell érteni ebből a szempontból, hogy minden kis helyzet ugye összeadódik, tehát az nem azt jelenti, hogy volt egy 0-7-es, meg még egy 0-7-es, meg egy 0-3-as helyzete a Debrecennek, hanem nyilván ők támadtak, nagy hátrányban voltak, és próbáltak pontot szerezni, és ők neki kellett az eredmény után futniuk, ezért borult fel a pálya második félidőbe, de amúgy nem arról volt szó, hogy a Diósgyőr ilyen instabil lett volna, és ne tudott volna a kontrákkal élni a második félidőbe. Szóval példát mutatott nekem is, hogy első félidőben lehet így, a második félidőben lehet amúgy, és ezt egyébként a Manchester City, ha már nemzetközi példát keresünk, a Manchester City ezt elsajátította az utóbbi 2-3 évben. Én ennek is tulajdonítom azt, hogy például a kieséses kuparendszerben tudott egy kicsit sikeresebben, meg stabilabban játszani Pep Guardiolának a csapata, mert képes akár mély blokkban védekezni a Manchester City, úgy, hogy a mérkőzés túlnyomó többségben, nagy részében pozíciós, labdatartásra épülő pozíciós játékot játszik. De ehhez kell a gyakorlás, amiről beszélt egyébként a Kuznyecov, tehát ezt mennyire nehéz megvalósítani a pályán, amiről beszélsz, mennyire nehéz fejben átállítani magad mondjuk egyik játékrészről a másikra. Feldobom a labdát Rudinak, hogy milyen tapasztalataid voltak neked játékosként, mennyire nehéz, mert ez egy folyamatos bogár nekem itt a fülemben, amelyik duruzsol folyamatosan, hogy ne váltsál fél időben, mert a játékosoknak is hirtelen fog jönni, nem fognak tudni, igen, és ez hogy látott te, Rudi, feldobom neked a labdát? Én szeretnék abban hinni, ahogy minket például Németországban kezeltek, hogy nem feltétlen feladata már egy edzőnek megtanítani
sok mindent felnőtt kész játékosoknak. Nyilván az, hogy hogy hangolja finomra ugye a dolgokat, az abszolút az ő feladata, de ezt azért mondom, mert én hiszek abban, hogy azért nagyon sok taktikai elemet ezek a játékosoknak már ismerni kell, vagy kellene, mire a felnőtt csapatba érkeznek. Kuznyatov zsenialitása abban rejlik szerintem, hogy 11 külföldi játékos érkezett, ha jól számoltam az nyáron az átigazolási időszakban, és hogy ennyire rövid idő alatt tudta finomra hangolni ezeknek a játékosoknak az összhangját és a játékát. Én abban nem látok akkora nehézséget, vagy legalábbis saját fejem szerint nekem nem okozna nehézséget, hogyha arra kérne az edző, pláne úgy, hogy említi, hogy mennyit dolgoznak, mennyit gyakorolnak, hogy figyelj, hogyha az első fél időben két gólos előnyünk van, vagy egy gólos előnyünk van, és játszunk egy olyan csapattal, amelyik körülbelül hasonló erőket képvisel, akkor miért ne adjuk át nekik a területet egy picit, jöjjenek egy kicsit kijebb, és majd utána a második fél időben próbálunk majd kontrázgatni, és úgy is bele fognak hibázni, hiszen ki kell nyílniuk, hogyha szeretnének egyenlíteni. És mennyire igaz, amit Iván is mesélt, ugye a mérkőzés elején ott a 5.-6. perctájékán volt Zsuzsák Balázsnak egy távoli lövése, majd a 45.-ben talán Loncsárnak, amikor ott becselezett volt egy ilyen szituációja, de azon kívül a veszélyes helyzetek az első fél időben sokkal inkább a Debrecen kapuja előtt adottak. És hogy mennyit számít egy ilyen helyzetben a szerencse faktor? Ugye az, hogy Akoladze rosszul érezte magát a meccs előtt, sérültet jelentett, nem tud kifutni kezdőként a pályára, majd utána, nem is tudom, mikor 60. perc tájékán mégis úgy érezte, hogy be tud majd állni, de hogy helyette ugye Lukács volt, aki a csapatba került. És az ő csapatba kerülése és szenzációs játék a bal oldalról befelé cselezgeti, hajszálpontos labdái középre, gólpassz hátán, szóval az ő játéka volt az, ami támadásban hozzáadta azt a pluszt, amivel vezetést tudott szerezni ugye a Diósgyőr. És aztán a második fél időben megjött az a játékos, aki rosszul érezte magát, és ő volt az, milyen a sors, milyen a dramaturgia egy ilyen mérkőzésnek, ő volt az, aki lezárta ezt a találkozót. Szóval így összességében Kuznyacovval kapcsolatosan azért is pozitív számomra ez az idei teljesítmény, mert egyrészt egy nagyon fiatal edzőről beszélünk, még mindig ugye 41 éves, és sokan ugye kérdőjeleket rajzoltak az ő személye és teljesítménye mellé, annak okán, hogy hát jó, de hát a Diósgyőrrel nyilván a másodosztályt meg kellett nyerni, jó teljesítményt nyújtott, de ez az átlag, amit ő ott hozott, az nyilván akkor fogja elnyerni igazi értékét, hogyha ez az NBA-1-ben is folytatni tudja. Na most már mindig ott tartunk, hogy játszott 40 vagy 42 mérkőzésen ült eddig a kispadon Kuznyacov, és 2,31-es pont per mérkőzés átlagban. Ami egy zseniális mutatónak számít, pláne mondjuk, ha összehasonlítjuk elődeivel, mondjuk Vukmirral, akinek 1,42-es, pedig ő mondjuk nem is az első osztályban ült ezen a kispadon, és azt néztem, hogy ráadásul Diósgyőrben nem is annyira szokványos az, hogy hosszú távon bírja egy edző, vagy hosszú távon bizalmat szavaznak a másik oldalról egy szakvezetőnek, hogyha befejezni ezt a szezont Kuznyacov, akkor évtizedekre visszamenőleg a leghosszabb időt tölteni el a diósgyőri kispadon. Ugye 70 mérkőzést legutóbb, vagy 70 mérkőzés közelébe Tomislav Szivics jutott, 66 mérkőzésen ült a kispadon. Na most ezt Kuznyacov bőven túl fogja tudni szárnyalni idén, és amilyen teljesítményt nyújtanak, meg ahogy játszanak egyelőre, nyilván abban nem hiszek továbbra sem, hogy bármelyik csapat meg tudja szorongatni a Ferencvárost, hogyha minden a maga útján és a maga keréknyomában megy, de ettől függetlenül egy nagyon stabil csapat benyomását kelthetik, és ne felejtsük el azért azt, hogy két feljutó csapat ilyen jól szerepel, az azért a magyar bajnokságban nem annyira ritka, emlékezhetünk tavaly a Kecskemét példájára. Na és akkor maradjunk is egy kicsit még a veszélyes kispadoknál, meg úgy egyáltalán ennél az edzőkérdésnél, meg amit a Rudi is felvázolt, hogy most bizalmat kapott akár ő is, vagy Horváth Dávid az MTK-nál, pedig azt az MTK-nak sem indult egyébként annyira gördülékeny a szezon, tehát akár mondjuk megijedhettek volna, úgymond az MTK vezetői, de látszott, hogy ott is nyugalom van, a Diósgyőrnél meg ugye egyértelműen ez tükröződött le. Egyáltalán... Jó, hát az Alegerszektől ki lehet kapni.
Igen, az a legeszektől ki. Főleg egy olyan meccsen, amikor hát maradjunk annyiból, hogy nem tudom, hányszor játszanak azt a meccset, lehet, hogy az MTK azért párszor megnyerné. Hát meg 11-es hibáztak meg minden. Igen, igen, tényleg ott az Antonov. Szóval, hogy a Diósgyőrnél, meg az MTK-nál is olyan edzők vannak, akik nem vesznek részt ebben a bizonyos edzőkeringőben, legalábbis egyelőre. Tehát ők ilyen tiszták. Hát még túl fiatalok hozzá. Fiatalok? Hozzá. Elképzelhető, hogy őket esetleg majd akár, mint amit Máté Csabának is kívántál, Iván, külföldön is láthatjuk? Mert hogy tök jó, hogy most itt vannak, alkotnak, de hogy annyira jó lenne, hogyha végre arról tudnánk beszélgetni, hogy kipróbálják magukat mondjuk akár Dávid is, vagy akár Szergej külföldön. Hát Kuzi már kipróbálta azért. Ja. Igen. Akartam mondani, hogy Kunyaconnak sokkal nagyobb esélye van erre. Úgy mondom, hogy nyugat irányába, a top bajnokságok irányába. Hát jó, jó, igen, de akkor is több lehetősége van. Láthatjuk, hogy a keletről érkező edzők, szerbek, horvátok például képesek nyugaton elhelyezkedni továbbra is. Arról nem is beszél, hogy a 90-es, 2000-es években mennyi, de elég csak ilyen Radomir Antić, meg ilyen neveket felhozni, akik Real Madridot, meg hasonló szintű csapatokat irányítottak. Na de, ugye, hogy válaszoljak a kérdésedre, én inkább egy ilyen hát ilyen két külön úton indulnék el, mert ugye ez két külön útról van szó itt. Horváth Dávid esetében és Szergej Kuznyecov esetében két különböző szituációról beszélünk. Horváth Dávid annál az MTK-nál, és ebből majd ki lehet venni a válaszomat, Horváth Dávidnál és az MTK-nál azt vehetjük észre, hogy az MTK nem MTK stílusban futballozik, ugye ez ilyen nagyon, hogy mondjam, ezt így el lehet mondani, és akkor mindenki így felsóhajtott, hogy hát igen, milyen jó lenne, ha az MTK az MTK stílusban futballozna. Egyre többen már válogatotthoz hasonlítják az MTK-t, most pont hallgattam hétvégén a közvetítésben is, hogy ez szóba kerül. Igen, bár azért jó, ettől azért kicsit távolabb vagyunk, de az biztos, hogy sokkal stabilabbá vált az MTK, erőszakosabbá, atletikusabbá, dinamikusabbá, mint amit korábban megszokhattunk volna. Most az a kérdés itt, hogy van-e még ilyen igény, mert azért ezt is, most azért, mert a Militár Iván itt pofázik arról, hogy MTK stílus így vagy úgy, azért az fontos megkérdezni, hogy a szurkolóknak, tehát a közösségnek, és nem csak a szurkolóknak, hanem a közösségnek, van-e igénye arra, hogy az úgynevezett Ajax stílus, vagy Ajax iskola, a Barca iskola stílusát játssza az MTK. Én nekem van egy olyan közvéleménykutatásom, mert nézegetem a fórumokat, hogy nem? Az eredmény érdeklő. Jó, mondjuk ez... Mindenek felett. Majd ezt én a Kuznyecovval kapcsolatban visszahozom, csak ezt itt fel akartam dobni az MTK-hoz, hogy ez egy ilyen hatalmas igényként fogalmazódik ez meg, és úgy tűnik, hogy nem. Na most akkor ebből a szempontból akkor Horváth Dávidot akárhogyan én tudom kritizálni abból a szempontból, hogy nem MTK-stílus, viszont az edzői munka szempontjából nem nagyon tudom. Az egyik legalacsonyabb számú gólokat kapják, helyzeteket alig dolgoznak ki ellenük, nagyon stabilak, ráadásul olyan játékosokkal, akik megint csak Kecskemét esetében nem volt benne biztos, nem voltunk benne biztosak, hogy NB1-es szintűek. Ugye több példa is lehet, most a hétvégén éppen Nagy Bence állt be, aki vagy Végbence állt be, aki hasonló karakterisztikával van megáldva. NB2-ből kiesőből jött, és akkor nem gondoltuk volna, és mégiscsak. Szóval ebből a szempontból Horváth Dávidnak arról meg nem is beszélve, hogy most Bognár Istvánnak megtalálta egy új pozíciót, ami megint csak, hogy mondjam, tetszetős volt. Németh Krisztián továbbra is zseni akárhány éves. Szóval vannak nagyon sok pozitívum az MTK-ba, de, és akkor itt érek át Kuznyecovra, én nem tudom azt mondani az MTK-ról, akárhogyan is szimpatizálok Horváth Dávid és az MTK-val is, hogy ez olyan kiemelkedően újfajta dolog lenne a magyar futball szempontjából. Sőt, ez az, hogy nagyon jól védekeznek, nagyon jól kontráznak, van egy-két jó, nem is egy-kettő, hanem több jó egyéni játékos van az MTK keretében, akik megoldják jelen pillanatban. Ez ilyen formabontó? Ez ilyen földrengésszerű? Nem. Viszont Kuznyecovval kapcsolatban én érzem azt a picike töbletet, ami azt vetíti nekem előre, hogyha megjön egy külföldi scout, és azt mondja, hogy na most akkor melyik csapatot szeretnéd, hogy megnézzem, akkor én a Diósgyőrt azért mondanám, mert meg kell nézni, hogy honnan indultak. Ugye itt, ebben a műsorban elég kellemetlen módon, de muszáj voltam kritizálni Kondás Elemért, és abból a szempontból, amikor ugye vesztegelt a Diósgyőr az MB2-ben, és ugyan vezették a tabellát, meg feljutásra álltak, de hogy nézhetetlen volt a futball, és konkrétan.
nézhetetlen. És hiába nyertek, és még a diósgyőriek se voltak meglepődve, hogy Kondás Elemért elküldték. Utána jött Vukmir, aki ugye szenzációs döntést hozott, hogy egy sokkal jobb állapotban lévő, mentális állapotban lévő csapatból elment egy sokkal gyengébbek, nem is jutottak föl, el is küldték. Majd jött Kuznyacov, és nem elég, hogy nyer, tehát én erre próbálnám felhúzni, és itt a válaszom, nem elég, hogy nyer, a hogyan nyer is nagyon fontos, és amikor egy külföldi szakvezetőt, sportigazgatót akarsz meggyőzni arról, hogy már pedig engem kellene oda leigazolni, akkor a hogyan nagyon fontos. A Brightonnál például, a Brighton & Hove-nál kimondták, hogy a Brighton az azért akar Brighton lenni, mert valami különlegességet akar adni a szurkolóknak. És ezért választották ki azt a De Zerbit, aki ugyan nem beszélt angolul, olyan tökéletesen, meg úgy nagyjából egyáltalán, de olyan fajta játékstílus tudott a Brightonhoz elhozni, ami egyrészt közönségcsalogató, másrészt, mivel eladásra termelnek, a külföldi többi csapat tudja mondani, hogy hát na ez a Brighton, ez valami különleges, innen akarok játékost. Ez két különböző út. Viszont azért azt nem felejtsük el, szerintem Andris erre próbált rákérdezni, de javíts ki, Andris, nem akarok a te fejeddel gondolkodni, hogy azért annyiban összefügg mindkettejük munkája, ezek szerint, amit elmondtál, hogy nagyon jó felmérik azt, hogy a csapatuk ereje, igen, játékos állománya szerint mivel tudnak a legeredményesebbek lenni. Az egy teljesen más dolog, hogy Kuznyacovnak nyilván a rengeteg külföldi játékos által, az érkezők által van egy olyan kerete, amely már lehetőséget ad neki most is arra, hogy akár támadóban lépjen fel egy ellenfél ellen, vagy ha olyan a szituáció, akkor visszább húzódjon. Azért azt nem szabad elfelejteni, hogyha nézegettem folyamatosan, hogy ugye az MTK első két fordulóban nyújtott teljesítmény, amikor Paksal és az Alaegerszeggel játszottuk, ugye egy pont volt a hozomány, hogy akkor alakították ki, akkor volt a legtöbb kísérletük, ahogy néztem. Szóval az MTK elkezdte azt a játékot, amit mindenki elvárna tőlük, szerintem, és utána azért Dávid teljesen jól felmérte annak lehetőségét, hogy ezt már megpróbálták másfél vagy két évvel ezelőtt, akkor kiesés lett a vége, mert későn ismerték fel. Most idejében kellett felismerni azt, hogy mivel tudnak pontokat szerezni, hogyan tudnak győzelmeket elérni, és szerintem egy edzőnek edző munkájának a quintessenciája az, amikor képes változtatni a saját filozófiáján, és felismer olyan dolgokat, amelyeket más nem képes megtenni, és nem képes változtatni, csak azért, mert a saját dolgait próbálja keresztül. Egyébként bocsíván csak a Rudira, hát egyetlen egy mondatot, mert pont erről szól a mostani Vax, és tényleg tudom, hogy kézilabda és a csomóan a foci miatt hallgatnak minket, de hogy minden mindennel összefügg. Hát a Ferencváros a női kézilabda csapatánál, most a szurkolók is ezt látják, hogy jött egy edző, aki a futós kézilabdát akarta, csak nem ilyen a keret. És hát mi lesz a vége? A három BL zakó. Szóval, hogy ilyen szempontból neked is szimpatikus egy olyan edző, vagy olyan edzők, akik felmérik, hogy a csapat miben jó, és tényleg erre akartam én is kivezetni ezt a dolgot, hogy két olyan edzőről beszélünk, aki jól alkalmazza a keretével azt, ami arra keret alkalmas. Hát a top futballban ezt ugye megnézhetjük most a Chelsea-nél, Manchester United-nál vagy a Manchester City-nél. Mindannyian nagyon sokat költenek átigazolásokra. Ez egyébként Manchester City-nél Pep Guardiola is mondja, hogy én nem tudnám ezt a stílust játszatni, hogyha nem költenénk ennyit a játékosokra. De ugyanakkor meg az is látszik, hogy a pénz nem minden. Tehát, hogyha megvan a játékos keret, az még nem jelenti azt, hogy sikeres stílus következik. Tehát én értem, amit Rudi mond, de egyébként ebből a szempontból én azért vitatkoznék kicsit, mert én értem, amit Rudi mond, sőt, én egyet is értek vele. Tehát Horváth Dávidnak a szakmai munkáját csak dicséret illetheti eddig. És egyébként a korábbi tapasztalataink vele szemben az az, hogy folytatni is fogja egyébként ezt a sikeres munkát, meg kívánjuk is neki. Tehát nem Horváth Dávid személyében szeretnék kritizálni, hanem inkább abban szeretném, hogy így általános jelenség a magyar futballban, hogy eleve feltesszük a kezünket, és azt mondjuk, hogy ez a játékos állomány az képtelen erre. Ezt csinált a Kondás Elemér a Diósgyőrnél. Ha megkérnéznéd Kondás Elemért, hát nem tudok, hát ezzel a kerettel, hát nem lehet. És akkor vonjuk a vállunkat, és akkor elmondjuk, és kérdés, nem látjuk azt. Kérdés, hogy formál-e majd, vagy jönnek ezt olyan? Ezt akartam mondani. Ja, bocsánat, akkor. Annyit csak utána hagyom, hogy te is mondjad. Annyit akartam, mert ez fontos része, hogy nem venném el egyébként a lehetőséget Horváth Dávidtól, hogy fejlődjön a csapata idén közben. Tehát ez nagyon fontos elmondani, hogy az igaz, hogy most így pillanatnyilag úgy tűnik, hogy én kevésnek ítélem a játékstílust, de az,
ez egy folyamat, és új játékosok, új keret, lehet, hogy már úgy lesz, hogy bemaradnak már a 19. fordulóban, mint a Kecskemét tavaly, hogy már lehetett tudni, hogy bemaradnak, igaz, matematikailag nem, de hát lehetett tudni, és lehet, hogy akkor olyan változásba állnak bele, amelyik esetleg előremutatóbb. Igen, én pont ennyit akartam csak hozzátenni, hogyha már mások is ugye a magyar labdarúgó válogatotthoz és annak teljesítményéhez hasonlították, akkor valahol ez ugyanaz az út, ami a magyar válogatottnak az Igen. eleje volt, hogy összerakni egy stabil gerincet a csapatnak, hozzák biztosan a pontokat, és utána elkezdődhet majd az a finom hangolás, ami esetleg majd visszahozza a te szemednek is azt az MTK stílus, amit te vársz esetleg ettől a csapattól, hiszen vannak olyan játékosok, akikkel ezt bőven meg lehet majd csinálni, Persze. vagy ki lehet alakítani. De sokkal jobb ezt úgy kialakítani, hogy már van mögötted 14 pont, van mögötted olyan biztonság, és egy Ez olyan biztos. Pozitív lelki állapot, mintha futni kellene egy szurkolók által elvárt játékkal a pontok után. Ezt Szépen. Már szoktam mondani, bocsánat, de hogy Ralf Rangnick ezt egyébként elmondta, ezt egy híres mondata, Ralf Rangnick mondta, hogy a játékosok akkor kezdenek el hinni, amikor nyersz. Szóval, hogy addig rohadt jó a stílusod, meg minden, olyan prezentációkat tudsz összerakni, de hogyha nem nyersz, akkor nem hiszi el neked senki. Szóval ez egy jó meglátás. És egyébként szép csendben dolgozik mindkét csapat, azért nekem az is tetszik, tehát nincsenek körülöttük balhék, ugye, én azt gondolom, hogy egyébként erről érdemes egy kicsit beszélni, hogyha most a Diósgyőr van inkább fókuszban, hogy a Kuznyecovnak a személyisége az teljesen más szerintem, mint Horváth Dávidé. Szóval a Dávid egy ilyen visszafogottabb típus, szerintem minden nyilatkozatából kiderül ez a visszafogottság, ugyanakkor a Kuznyecov, ő pedig pont ez a vagányabb edző, legalábbis így kívülről. Mennyit kell ő neki úgymond csiszolódnia? Mert azért van, meg voltak olyan megnyilvánulásai, amik nem feltétlenül voltak szimpatikusak, ugye azért tavaly az a senkós dolog is, amiről mi is beszéltünk, amikor ugye ő kiabált be, ugye emlékeztek pont a kezdőrugásnál, egy olyan instrukciót állítólag, ami nem volt túl pozitív, ugyanakkor kicsit tegyünk már ebben, hogy milyen személyiség. Hát, ha már az MTK-ról beszélünk. Igen, az ott volt, így van. Hát én azt szeretném ezzel kapcsolatban mondani, hogy mint edző, az vesse rá az első követ, aki nem mondott még hülyeséget az oldalvonalon. Én nagyon keményen kritizáltam annak, sőt, még cikket is írtam belőle, hogyha jól emlékszem, és én nagyon ritkán vagyok így, hogy gyakorlatilag megváltozik a véleményem csak azért, mert hogy milyen érzelmeket sugároz a csapata vissza, meg az oldalvonalon a zónájában a viselkedése. Tehát, hogy ennyit jelent egyébként morálisan, egészen meg etikailag, egészen megkérdőjelezhető vagyok már én is, mert hogy elfelejtem neki a bunkóságát, mert az tényleg bunkóság volt, de elfelejtem neki, mert hát annyira jól játszik a csapata, hát, meg annyira a Kondás Elemér friss... most újból kispadot kap, és pozíciós játékot kezd hát, el játszani, teljesen. Teljesen, mert ugye miről van szó, ez egyébként így alapállásunk itt a PFZ-ben már jó régóta, csak egyesek nem úgy tűnik nekem, hogy nem nagyon értik meg, hogy mi nem személyeskedünk. Tehát amikor én Kondás Elemért dicsérem, vagy kritizálom, akkor nem Kondás Elemért az embert dicsérem, vagy kritizálom, hanem a munkáját, meg a csapatánk, a játékát, még csak a munkáját sem. Mert nem tudom, nem vagyok ott, hogy milyen edzéseket tart, hanem hogy mit látok a pályán a hétvégén. Tehát ebből a szempontból, amikor Kuznyecovot bíráltam azért, hogy hogyan kezelte a Senko Zsombor ügyet, akkor én az edzői personáját, amit a sajtótájékoztatón elmondott, nem azt, hogy nem tudom, hogy milyen Sergej Kuznyecov, Rudi el tudja mondani, hogy az ifjabbik milyen. Szóval, hogy ez egy fontos része. A másik pedig, ami nagyon fontos itt, és ez egy nagyon-nagyon fontos része ennek, hogy a persona, tehát a személyisége az edzőnek, az akkor nagyon jó, vagy akkor nagyon jó egy csapatnak a játék, amikor az edző személyisége visszatükröződik ebben a játékban. És Horváth Dávidon ez a kimért, visszafogott stílus, nem harsány, nem mondok nagyot, de precízen megoldom, felkészülök. Én ugye láttam az öltözőn belüli beszédeiből is, ugye van az MTK YouTube csatornáján, vannak ilyen videók, tehát én láttam belőle közeli részleteket, és megmondom őszintén, hogy a nagy harsány munkába hiszek, ordibálok a
játékosa, a munkarend, fegyelem típusú edzőknek egy üzenet a Horváth Dávidnak a személyisége is, hogy lehet, hogy az érett felnőtt emberekkel nem kell ordibálni azért, hogy motiváljad. Lehet, hogy egyáltalán nem is kell motiválni, mert ők maguknak kellene motiválni saját magukat, illetve azért kapnak pénzt, hogy motiváltak legyenek. És Kuznyecovval kapcsolatban is az a pozíciós játék és az a lendületes, támadó, attraktív futball, ami a bátorságra, illetve arra, hogy felvállalom az egy az egyet, ugye majd lesz elemzés, sokat tudok erről mesélni, felvállalom a támadó játékot, akár úgy is, hogy nincs nálunk a labda többet, ez pedig a Kuznyecovnak azt az energikusságát, meg az a bele szuggeráló stílusát, amit a kispad mellett mutat, együtt él a Diósgyőri szurkolókkal, és a stílus. De mind a két iskola működik, ez előre mutató. Hát ez a zseniális ebben a két emberben, hogy mind a két iskola a szép, csendesen, tisztelve, alázattal viselkedve a Kádárékkal szemben, és a másik, aki meg azért úgy elmondja, gesztikulál, üvöltözik, tehát hogy mind a két iskola tud működni. Szerintem ezek külsőségek, inkább valószínűleg az dönt, és azért szimpatikusak mindketten, mert viszont az eredmény, a munka az meglátszik a pályán, és most biztos sokan írják majd, hogy ja, majd meglátjuk a Fradi ellen. Szerintem ezt a Rudi el is mondta, hogy nem feltétlenül a Fradi kell, hogy a szintmérő legyen. Mert a Fradinak jó napja van, akkor mind a két csapatod valószínűleg majd most az örök rangadon, majd október közepén a Diósgyőrt is elintézi. De nem ez a szintmérő. És akkor mondtad, hogy hoztál elemzést, vagy hoztál képeket Diósgyőr kapcsán. Mi az, amit mindenképpen ki szeretnél emelni, és akkor picit beszélj ezekről a képekről, hogy miért fontosak számodra. Annyit ide még hozzáteltek, hanem haragszottuk csak egy mondatot, hogy azért azt ne felejtsük el kettőkkel kapcsolatban, hogy amíg az MTK egy inkább az akadémiájára, a fiataljaira számító modellt képzel el és játékos értékesítést, addig nyilván Diósgyőrbe kész játékosokkal, külföldiekkel kell megtalálni a hangot. Hozzájuk nyilván egy teljesen más karakter kell, mint a jó fiúkhoz, a fiatalokhoz, akiknek a lelkét is simogatni kell még. És annyiban igaz, amit az Iván mond, azt vallom én is, és már sokat beszéltünk erről, hogy egy keretben van 25-30 különböző személyiség, különböző egyéniség. Nyilvánvalóan egy MTK öltözőjében zömében olyanok vannak, akiknél kontraproduktív lenne az, hogyha ordibálna vele az edzőt, leszedném a fejüket, hiszen ott kedves jó fiúk vannak valószínűleg zömében, tehát nem a többi keretnek az esetleges kritikája. De ahol ennyi külföldi van, és ennyi ember között kell megtalálni azt a hangot, ami eredményre vezet, oda valószínűleg Kuznyinak a személyisége sokkal inkább passzoló. Ez nagyon jogos, és még egyetlen mondat az MTK-hoz, ha már jó fiúzott Rudi, és ez szerintem fontos, hogy nekem elképesztően szimpatikus volt, hogy a német Krisztián volt a csapatkapitány az MB2-ben, és tudta azt mondani ő, nem a Dávid, a Stieberrel közösen, hogy ezt a feladatot vegy át Kata Mihály. És a Kata Mihály akkor még nem volt válogatott labdarúgó, hanem csak egy nagyon tehetséges 21-es válogatott volt, aki egyébként hozzáteszem az elmúlt 4 évben teljesen mindegy, hogy ki volt az MTK edzője, mindig számítottak rá. De hogy ezt ők belátták az öltözön belül, hogy ezt a Misinek kell ezt a csapatkapitányi feladatot 21 évesen ellátnia. És hát azért ezek ilyen jó gesztusok, csak ennyit a jó fiú image-ről, és akkor most térjünk rá az elemzésre, Iván. Mi az, amit mindenképpen Kuznyecov kapcsán megmutatsz nekünk? Igen, pozíciós játék, térjünk is át a képre. Ugye ez az első gól előtti szituációt mutatja, ahol a bal oldalon, a Diósgyőr bal oldalán, ugye pirossal jelöltem, ez a túltöltés, ugye, amit a magyar válogatottal kapcsolatban, a Fradival kapcsolatban sokszor beszélgetünk erről, hogy ott próbálnak, ahogy ilyen nagyon szépen magyar NB1-es edzők stílusában bontani próbálnak a bal oldalon. És hát ugye azt láthatjuk, hogy ez a Diósgyőri támadó szekció, ez a Stephen, itt ezen a képen egyébként, ha jól látom, akkor gyorsan akartam mondani a nevét, Pozseg látható, illetve ugye belül van Edom Vonyi és Holdamf, de a legfontosabb, hogy azzal kezdjük, hogy ott Steven, aki balbek, Lukács, aki a bal szélsőt játszott a jobb lábasként, ott a vonal mellett látható ezen a képen, illetve Pozseg, aki egyébként a szélsőt játszott, a másik oldalon játszott, de vagy pontosabban ilyen tízes pozícióban játszott, de itt ebben kiment a bal oldalra a túltöltés segítendő. Ez a túltöltés rávonja a figyelmet a debreceni védőknek a labdára, és ez nyitja meg a területet Holdanfnak, hogy az Edom Vonyi által kialakított területeket befussa. Erről beszélek akkor, amikor pozíciós játékról beszélek, a pozícióból adódó előnyök kihasználása.
Itt Edon Vonyi lefixálja, ahogy szoktuk mondani ilyen csúnyán, fixálja a belső védőt, a debreceni belső védőt. Holdanf, mivel a második hullámban a védelem tagjai között, vonalak között helyezkedve lendületből érkezik, meglátja a kialakuló üres területet, az Edon Vonyi fixálása által kialakult üres területet. A második képen ez látható, amint Lukácsit nem jelöltem be, de Lukács adja a gólpassz, amint Lukács befelé tolja, itt két dologra hívnám fel a figyelmet. Egyrészt ugye Stephen, aki nagyon jó, az NBA egyik legjobb balbekének hívtam nemrégen, tökéletes megint, mert megosztotta a figyelmet a debreceni jobb oldalnak, és egyébként szenzációs, hogy milyen jó beindulásai vannak. Lukács tolja be befelé a labdát, azért, mert Stephen mögé került, és tudta betolni ezért a labdát, és két dologra hívnám fel a figyelmet. Egyrészt, hogy Pozseg a labda oldalán a tízes pozícióból a szélsővédő, illetve a belsővédő között kialakult területbe fut be. Ezt észre sem vettem az elsőnek, amikor láttam, majd másodikra jelöltem be. Illetve Holdanf a baloldali belsővédő, illetve a baloldali szélsővédő közötti területbe fut be. Ugye ott látható, hogy Edon Vonyi, itt be is jelöltem fehérrel, Edon Vonyi elvonja a figyelmét, fixálja a debreceni bal belsővédőt. Ez egy tudatosan kialakított területmenedzsment. Arról van szó, hogy mivel a jobb oldalon Perdán Bukánó ballábasként, a bal oldalon jobblábasként Lukács van, a befelé tolás által a belső védőknek a figyelme megoszlik, mert a befelé tolódó szélsőre is figyelni kell, illetve a csatára is, aki belül van itt ebben a szempontból, Edon Vonyira. Ezért a két belső védő között, a két belső védő és szélső védő közötti területek megnyílnak a 10-es, illetve a 8-as játékos között. És ez egy olyan nagyszerűen bemutatott, kialakított, majdnem figura, hogy Lukács befelé tolja, és az átellenben érkező Holdanf, a szélsővéd és a belsővédő közé érkező Holdanf elé tálaljon Lukács. Ez egy, hát hogy is mondjam, nagyon ritkán magyar pályán nagyon ritkán látható pozíciós játékból adódó előnyök kihasználása példája. Nagyon tetszett ez az első gól. Szerintem Holdanf egyébként az NBA egyik felfedezetje jelenleg. Különben az sem véletlen szerintem, hogy ugye Dominguez volt az, aki lemaradt ott Holdanfról, hogy előre megnézik, hogy mely játékos az, amelyik esetlegesen védekezésben nem tud olyat nyújtani, és nyilván az sem véletlen, hogy erről a játékosról mozognak be az üres területbe, és láthatjuk már a második képen is, amit Iván mutatott, hogy 2 méter előnye van Holdanfnak 20 méterre a kaputól. Hát remélem, hogy azok a nézőink, akik néha ránk írnak és hiányolják, hogy mindig csak a Fradiról, meg a válogatottról, meg Szoboszlairól beszélünk, az elégedettek voltak ezzel a szegmens. Én azzal szeretném ezt a részt zárni, hogy Szergej Kuznyecov a mérkőzés után nagyon szimpatikus volt, hogy ezt elmondta, hogy elárul szerinte valamit, hogy nagy a harc a labdarúgóik között a kezdőbe kerülésért. És még azt is hozzátette, hogy az első fél időt jó lenne más találkozókra is lemásolni, abban az időszakban ugyanis nem nagyon lehetett kivetni valót találni. Úgyhogy hát még gratulálunk a Diós Győrnek a kezdeti sikerekhez. 7 forduló nyilván még nem a világ vége, még messze a bajnokságnak a vége, még innen ugye bárki kieshet, de én nagyon meglepődnék, és ezzel szeretném zárni, hogy szerintetek a Diós Győrnek komolyabb céljai lesznek ebben a bajnokságban, mint a kiesés elkerülése a vége felé is? Mertek erről nyilatkozni? Azt hittem ez nézői kérdés volt. Nem, ez tőletek. Ezt a nézők is megíratják, de tőletek is, hogy lesznek kiesési gondjai az MTK-nak, meg a Diós Győrnek, vagy itt komolyabb célokért tudnak küzdeni? Hát igen, ez milyen érdekes, hogy itt teszed fel a kérdés, hogyha valaki nem a kiesés ellen küzd, akkor már komolyabb céljai vannak egyből. Igen. Hát erről beszéltetek, akkor tudnak gondolkodni, csiszolni, finomítani. Igen. Én úgy gondolom, hogy igen, mert ez nem ilyen pillanatnyi fellángolásnak tűnik, még akkor is, hogyha nyilván mindkét csapat életében lesz majd hullámvölgy, de egy másodpercig sem hinném azt, hogy ez abban nyilvánulna meg, hogy kiesési gondjaik lennének. Vannak olyan csapatok bőségével jelen pillanatban az NBA-ben, akik sokkal rosszabb paszban vannak, akár a pályán, kívül mutatott teljesítményük alapján, és ezt nem TK és a Diós György nagyon jól meglovagolhatja. Azt azért hozzá kell tenni nyilván, hogy a vesztett pontok alapján, ugye a Debrecen is, hogyha nyeri azt a mérkőzését, akkor eléjük kerülhet. A Ferencváros nyilvánvalóan a vesztett pontok alapján vezeti a bajnokságot. A Paks is behozhatja az MTK-t, ugye ő is csak 6 mérkőzést játszott. Szóval vannak ott olyan csapatok, akik
önmagukhoz mérten jól szerepelnek ebben a szezonban, de van jó sok olyan csapat is, amely nem veszélyezteti azt, hogy ezek a csapatok a kiesés ellen harcoljanak. Mostani részben arra gondoltunk, hogy beszélgetünk olyan hírekről, amelyekről azért órákig nem szeretnénk beszélni, vagy azért, mert már korábban beharangoztuk, hogy kb. Ez várható, ami történik, vagy azért, mert nyilván azért... Mert Iván sokat beszél. Igen. Az a jó, hogy a Rudi keveset beszél. Az a jó benne. Az első témánk, hogy távozott a Viditől Juhász, közös megegyezéssel szerződést bontott ugye a Vidi és a korábbi játékosa, a válogatott büszkesége, a sportigazgató Juhász Roland. Én onnan indítanék, és aztán Rudi kérlek válaszolj akár erre is, hogy egyáltalán miért vállalta el ezt a pozíciót? Kellett ez neki? Pontosan innen indítanám, ahonnan te kezdted, hogy nyilván nehéz Juhász Rolival szemben elfogulatlanul beszélni, hiszen közel 100-szoros válogatott, 96-szoros válogatott volt, ugye számtalan belga bajnoki címet, kupagyőzelmet szerzett, szóval egy nagyon sikeres és szép pályafutás van mögötte, 575 mérkőzésen játszott, szóval tényleg amit ő elért, azelőtt kalapot emel az ember, és elkezdte ennek oltárán, ennek tudatában építeni a pályafutása utáni karrierjét is, ami úgy nézett ki, hogy egy ideig szépen emelkedik és ível fölfelé. Igazából egy idő után csak azt nem látta az ember, hogy pontosan ő mit szeretne. Lehet, hogy nem is tudta ezt korábban, hogy ő a pálya mellett szakmai oldalon szeretne megnyilvánulni, vagy esetleg fönn az irodában, egy picit a háttérben dolgozni. És egy picit az látszik most, hogy belekapott mindenbe, és amikor az ember így belekap úgy dolgokba, hogy nem is tudja, hogy mit szeretne, nincs is tapasztalat a háta mögött, de nagyon sokan az elért eredményei által szeretnék azt, hogy a megfelelő pozíciókba, magas pozíciókba legyen, az nem minden esetben sül el jól, és ezt nyilván felmérheti maga az alany is, és fel kellett volna ugyanúgy, hogy mérjék az irodában is azok, akik ezzel a feladattal őt megbízta. Én két dologra hívnám fel a figyelmet, az egyik az az, hogy túl sok mindent csinált Juhász Roland az utóbbi pár évben. Amikor beírtam a Google keresőbe, kitettem egy képet ugye arról, azzal kapcsolatban a héten, meg egy pár kommentárt oda tettem, hogy mi a probléma azzal, hogy Juhász Roland, vagy mi a probléma ezzel az egész dologgal, hogy Juhász Roland lemondott, vagy felmondott a Fehérvárnál. Akkor, amikor képet kerestem, hogy próbáljam illusztrálni a mondandómat, akkor beírtam azt, hogy Juhász Roland videóton, és kijött három típusú kép. Kijött a játékos kép, kijött a másodedző kép, meg kijött a sportigazgató kép. Tehát ez mindent elárul arról, hogy akkor mi a helyzet? Juhász Roland nem régen vonult vissza, volt már edző, ugye ott is nem akarom azt mondani, hogy megbukott, de hogy nem sikerült túlságosan jól, majd utána sportigazgató lett, ami egy nagyon rövid idő alatt, ugye a harmadik kerületnél is volt egy pillanat erejéig, majd most a NB1-es sportigazgatói pozíciót kapott. Tehát, hogy egész egyszerűen elerodálja azt a fajta dolgot, amit felépített játékosként. Ez egy. A másik pedig, hogy én azért hozzátenném, hogy a magyar futballban valamiért mégis a sportigazgatót rúgják ki, vagy távozik. Kettő vagy három átigazolási időszakban játszott szerepet Juhász Roland. Ez tényleg elég idő arra, hogy megváltoztassa az egész klubnak a működését. Én szerintem ez nem biztos, hogy egy jó döntés volt, hogy a sportigazgató távozik az edző helyett, és ezt egyébként az Itzerben nem akarok promotálni, de az Itzerben pontosabban akarok promotálni, igaz, a többiek nem nagyon teszik meg, nem nagyon hallom, hogy a piros-fehérre, zöldre referáljanak, de mindegy, az Itzer című podcastban Kálnoki Kis Attilával erről egyébként beszéltek, ajánlom mindenkinek a megtekintését. Azért, mert itt nem hangzik el semmi olyan történet, ami semmi releváns információ. Mi megmondtuk, vagy ti megmondtátok, igen, vagy eltaláltátok. Na, megyünk tovább Szalai Attilával. Ugye az ember várta, hogy Szalai Attila majd hova igazol, szóba jött egy csomó top csapat, ugye röpködtek a nevek, aztán végül hála jó Istennek ez a történet lecsengett, és kiderült, hogy a Bundesligában fog játszani a Hoffenheimbe. Most viszont ugye arról olvashatunk, hogy az edzője elmondta, hogy gyakorlatilag legyen türelmes és várjon a lehetőségre. Hogyan éli meg ezt a válogatott játékos? Egyáltalán hogyan kell ilyenkor viselkedni, és mekkora pofon ez Szalainak? Hogy látod, Rudi? Megint én kezdjem? Most megint.
Én ezt nem látom pofonnak, nekem egy picit inkább az érzéseimre hagyatkozom ebben a tekintetben, hiszen rengeteg átigazolási pletyka látott napvilágot az elmúlt években Szalai Attilával kapcsolatosan, és nyilván ezek között elég nagy számban voltak a Hoffenheimnél jóval rangosabb csapatok és nagyobb nevek is. Most ennek mennyi volt a valóság alapja, nyilván ettől nagyon gyorsan tekintsünk el, de én úgy érzem, hogy ettől függetlenül az ő karrieri építése az tökéletes úton halad. Az, hogy ő ugye a Vász és a Vasasban még utánpótláskorban majd kiment a Rapid utánpótlásába, az U15-ös csapatba, hogy onnan hazajött egy picit, aztán elment Ciprusra, majd Ciprusról ugye a Fenerhez közel 4 millióért, és most közel 12 millióért megvette a Hoffenheim. Szerintem ez egy tökéletes ív. Viszont itt is kell nyilván idő ahhoz, hogy az ember beilleszkedjen, megszokja, más kultúrába kerül, és leginkább egy olyan helyre kerül már, egy olyan top bajnokságba, ahol a hibákat azért nagyon nehezen tolerálják, pláne olyan játékosoktól, akikért a klub életében azért egy nagyobb összeget fizettek ki, és pláne védőért. Szóval, hogy ez már egy olyan helyszín, ahol nyilván megadják a lehetőséget, megtették ugye vele kapcsolatosan is az első fordulóban a Freiburg ellen, a harmadikban a Wolfsburg ellen, és a kupában is a Lübeck ellen pályára lépett. Viszont, hogyha nem jönnek az eredmények, ha hibázik, akkor nyilván egyszer még adnak neki időt, de ha utána is folyamatosan nem fog tudni élni a lehetőséggel, akkor valószínűleg ugye előbb-utóbb itt váltani kell majd, és esetlegesen megint más lehetőség után nézni. Szóval az ő pályafutásával, meg ahhoz, hogy most itt a beilleszkedésnél az első mérkőzésekkel van egy kis gond, nekem semmi problémám az égvilágon nincsen, fog még kapni lehetőséget, viszont ugye nem összehasonlításként ugye ott a másik példa Kerkez Milosa, vagy akár Szoboszlaival kapcsolatosan, akik egyből elkapták a fonalat, és berobbantak a Premier League-be. Nyilván minden játékos ezt szeretné, csak nem ilyen rózsaszín mindenkinek a története. Úgyhogy én továbbra is szorítok nagyon Attilának. Fontos az szerintem, hogy egy ilyen helyzetben a válogatottban sem, és a Hoffenheimnél se vállaljon olyan rizikót, meg olyan felelősséget, amit az elmúlt időben azért elkezdett felvállalni, és lehet, hogy az jelen pillanatban még nem az a szituáció. Iván, csak annyi felvezetésnek, hogy nem elég Rosszinak a gond Vili Orbán kapcsán, még most Szalai játékhiánya is felfájást okozhat majd neki? Hát az biztos, hogy a magyar válogatott kispadja az nem túlságosan hosszú, tehát ebből a szempontból biztosan, hogy problémás, így a magyar válogatottat szem előtt tartva. Arról az oldalról közelítettem meg ezt a témát, hogy ez a különbség a Bundesliga és egy török első osztályú csapat között. Ugye pont most néztem rá a Galatasaraynak a kezdőjére, a Bajnokok Ligája kezdőjére, hát ott azért egy jó pár olyan nevet, húzónevet hozhatunk fel, hogyha 3 év múlva ugyanaz a kezdő futna ki, pontosabban 3 évvel ezelőtt ugyanez a kezdő futna ki a Galatasaraynál, mint ami kifutott múlt hét kedden vagy szerdán, akkor azt hiszem, hogy egy egészen másik típusú beszélgetésben lennénk a Galatasaraynal kapcsolatban. De nyilván Szalai Attila ugye a Fenerbahce-n a másik török óriásnál volt, és ez a különbség. A török csapatoknak a nagy többség az úgy működik, mint az MLS vagy az Arab Liga, hogy a kezdő abban találhat sztárokat, és full nagyon jó, majd a kispad azért nem olyan hosszú. Sem a válogatottnál, sem például a Fenerbahce-nél. Ez hogyan kapcsolódik Szalai Attilához? Úgy, hogy most jött el az a pillanat Szalai Attilánál, hogy az a Kevin Vogt a pozíciótársa, aki 2016-tól, nem tudom, 150-et, azt hiszem megnéztem, 150 vagy 130 Bundesliga meccset játszott le a Hoffenheim színeibe. Korábbi német utánpótlás váltott. Azért az nem egy úgymond török senki, aki nem szorítja ki a csapatból. Tehát ez egy nagyon jó kihívás szerintem Szalai Attilának. Ez megmutatja, hogy igen, hogy képes volt-e, vagy beleillik-e abba a profilba, amit mi elképzeltünk neki, magyarok. Meg tudja ugrani a Bundesliga szintjét. Szerintem ez egy nagyon jó első lépés, nagyon jó első kihívás, mert egyébként az edző is nem úgy nyilatkozott Szalai Attiláról, hogy most akkor feladtuk vele a dolgot, hanem úgy nyilatkozott, hogy igen, amikor megkapja lehetőséget, akkor bizonyítania kell. Ez egyébként Magyarországon ritkaság, tehát ennek nagyon örülök. Megyünk tovább Szoboszlai Dominikkel, aki ugye nem csak lábbal jó, tudjuk, hogy kézzel is, gondoljatok csak a kőpapírollóra, most viszont ugye más mutatott, és nem csapattársával bohockodott, hanem tulajdonképpen visszatért Ausztriába,
és hát nézeteltérése támadt a leláton helyet foglalókkal. Szabad kimutogatni, nem szabad kimutogatni, egy kicsit erről is beszélj nekünk, Iván. Egyáltalán te mennyire vagy elfogadó az ilyen dolgokban? Nekem voltak korábban olyan tapasztalataim, például pont múltkor mondtam nektek, hogy Vince Otto egyszer, amikor forgattunk róla, és bekiabáltak neki, talán Diós Győrből kimutatott, hogy hármat fogok nektek rúgni, és azon a meccsen hármat rúgott. Szóval, hogy belefér vagy nem fér bele a Szoboszlai image-be ez? Hát most ez, hogy belefér vagy nem, én nem vagyok marketing szakember, azt azért elmondanám, hogy most a hétvégén például az Ajax-szal kapcsolatban jött ki egy nagyon érdekes kis videó, akkor azt mutatja, hogy huliganizmus van Hollandiában, és egy olyan esemény zajlott le a stadionon kívül, ahol lovas rohamrendőröknek kellett megérkeznie rendet rakni. Na most kérdem én, hogy miféle perpatvar lenne itt Magyarországon a magyar közleményben, hogyha ez egy hasonló dolog létrejönne, ugye mindenki írná a cikkeket Muzbek Mihállyal egyetemben, hogy pont ezért nem járnak ki az emberek a meccsre. Aztán kiderül, hogy hát a világ többi részén is nagyon hasonló dolgok történnek. Ez nem jelenti azt, hogy ez egy pozitív történés lenne, vagy én bármilyen szinten is egyetértenék ezzel, csak jelezném, hogy ez ugyanúgy működik máshol, mint ahogy működik a magyar futballal, meg a magyar futballistával is. Szoboszlai Dominik is ugyanez a kategória. Ilyesmi dolgot, hát most például a Jamie Vardy a másodosztályban gólt rúgott, azt hiszem a Bristol City-nek rúgott gólt a Leicester City játékosaként, és fogta, és a túlsó kaputól gólt rúgott, megfordult, és elfutott a saját kapujához, tehát a saját térfelére futott egészen a szögletzászlóig mutogatni, ugye a szokásos mutogatással az ellenfél szurkolótáborának. Na most akkor ez hogyan belefér a Jamie Vardynak az imidzsébe, vagy nem? Szerintem én nem örülök neki, mert azt is azért elmondám, hogy itt azért Rósa Dénesnek a híres nyilatkozata, meccs után nyilatkozata, vagy félidei nyilatkozata, ugye pont Diós Győrről beszéltünk, Rudi világosított fel minket, hogy pont a Diós Győrnél történt ez. Na most hát azért szeretném Szoboszlait, ha nem ilyen típusú dolgokba, történetekben lenne a neve aktív. Ugyanakkor ugye Szoboszlaival kapcsolatban már a múlt héten is volt egy olyan, hogy a kamera rá közelről mutatta, és csak a magyar ember tudta leolvasni a szájára, hogy mit is mondott a válogatott meccs kapcsán. Hát megmondom őszintén, hogy ilyen a közeg, ez a futballista közeg, így néz ki a modern futball, sajnos, nem sajnos, ez van, én nekem ez nem egy nagy probléma, meg abszolút nem érdekel egyébként. Szerintem az a jó benne. Te mutogattál-e, arról mindenképp beszélj közben, hogy te mutogattál-e már ki pályafutásod alatt? Nyilván nem. Vagy hát micsoda? Olyan régen volt, hogy... valaki a komment szekcióban. Valaki a komment szekcióban. Én ezt nem hiszem el. Na, szóval egyrésztről szerintem az egy tök pozitív dolog, hogy ilyen rövid idő alatt elérte Dominik azt, hogy minden kamera őt veszi, és hogy nagyon sokan filmezik azt, amit akár a mérkőzésen, akár a mérkőzést követően csinál. Annyiban megvédeném, különben megnéztem többször ezt a felvételt, hogy azért az számomra nem volt 100%-osan egyértelmű, hogy ezt valóban a hazai szurkolóknak mutatja, hogy ez egy pillanatra történő bemutatás volt, mert hogy utána mutatott is valamit még, mintha egy kocsi kormányra próbálna valamit mutatni. Szóval ilyet én akkor is csinálnék, mondjuk, hogyha véletlenül megfeledkezek magamról, és tudom, hogy kim van egy nagyon jó barátom, aki bekiabál és elkezdi szívni a véremet, és akkor nyilván annak is kiszól az ember a kint, és akkor tudatosul benne hirtelen, hogy Atya Úristen, hol vagyok, vagy mit csinálok, hogy ezt többen is láthatják, vagy nézhetik. Szóval ez nekem nem volt 100%-osan egyértelmű, hogy ő ezt a linzi szurkolóknak mutatja. Ettől függetlenül nyilván felvételre kerül, de nem ez fogja meghatározni az ő megítélését. Sokkal inkább az a teljesítmény, amit ismételtem mondjuk a West Ham ellen nyújtott 93%-os passzhatékonysággal, és amíg ilyen dolgokat csinál, addig nyilván erről fog mindenki beszélni. Ugyanakkor a saját brandjének az építésénél figyelni kell arra, amelyet azért nagyon sokan alkalmaznak most már, nem csak Angliában, hanem mindenhol, hogy eltakarja az ember a száját, mikor beszél, ne vegye föl a kamera semmilyen mondatát, semmilyen artikulációját, vagy, és odafigyel nyilván arra, hogy ilyen mutogatások ne legyenek.
Hű, mennyi mindenre kell figyelni manapság. Nem Mésző Kálmánéknak mennyivel könnyebb volt itt a nyugasztalja. Volt ott kamera mellettük, hallottuk, hogy ők hogy mögöttük, voltak. Ja. Igen. Hát egyébként, ha már ez a téma, Urbán Flórián is mindig visszafogott volt, ugye soha nem veszett össze egy szurkolóval sem, vagy akár csapattársával, vagy ellenfelével. Viszont hát osztályt váltott Flóri, csak az a baj, hogy lefelé, mert hogy az MB2-es BVSC-től távozott, és ugye az MB3 északnyugati csoportjában szereplő Csornához érkezett, ami tök jó, mert hogy legalább dolgozik és tevékeny, mert szerintem egy edzőnek az a legrosszabb időszak, bár nyilván el lehet mélyedni, tanulni, meg ilyesmi, fejleszteni magad, de hogy alapvetően amikor nem dolgozik. Én számomra inkább az a kérdés, hogy Flórit el tudnátok-e képzelni egy NB1-es csapat kispadján, ha igen, akkor melyikén, vagy egyáltalán adnátok-e neki NB1-es kispadot, hogy ott is kipróbálhassa magát a mostani 12 csapatos NB1-ben? Hogy látod ezt a kérdést? Akkor most ki kezdjen? Kezdjen most. Most én kezdem. Igen, hogy igazságosak legyünk Rudival. Szóval én ott kezdeném, és egy ilyen becsomagolom, én ott kezdeném, hogy Urbán Flóriánnak a játékát én nagyon tiszteltem. Tehát, hogy én egy Urbán Flóri fanatikus voltam, már az zalaegerszegi időszakában voltam igazán, hogy is mondjam, akkor tudtam igazán, hogy mit jelent az, hogy Urbán Flóri, akkor ugye már egyre hátrébb vonult, ugye korábban gólokat is rúgott, akkor egyre hátrébb vonult is ilyen, még söprögetőt, meg belső védőt is játszott a Lothar Matthäus éra alatt, ha jól emlékszem. Szóval, hogy Urbán Flórián Lipcsei Péterrel párhuzamban egy ikon volt, egy olyan ember, aki miatt érdemes volt meccsre menni, mert más miatt Lipcsei Peti az sokkal pengésebb volt, de Urbán Flóri meg sokkal keményebb, de jó futballista volt Urbán Flórián is. És ebből a szempontból én tisztelettel vagyok felé, és szerintem van szerep jó futballistáknak a profi futballban is. Ugyanakkor én Kisteleki Istvánnal hoznám párhuzamba Urbán Flóriánt. Ugyanúgy, ahogy Urbán Flórián az Urbán Legend című könyvében leírja, hogy mennyi tivott, meg ez volt a nagy izéje, a nagy sója ennek a könyvnek, hogy mennyi minden balhéba benne volt, és mégis mennyi, milyen messzire jutott. És ugye hozzáteszed a Csang csapat című filmben, amikor meglátogatta a stáb Belgiumban, és elmondta, hogy honvágya van, itt ebben a könyvben is elmondta, hogy honvágya van, ment haza, hogy az anyja főzzön neki, és nem tudta megállni a helyét, pedig hatalmas lehetősége volt Belgiumban. Ugyanúgy ez az ember, aki egy ilyen életúton ment át, minden nyilatkozatában munkában hiszünk, dolgozunk keményen, ugye van egy játékos, aki leírja a könyvébe, hogy ő nem dolgozott keményen, majd ezt megkövetel a játékostól, ugyanúgy Kisteleki István, aki 2 nappal a kirúgás előtt, vagy 3 nappal a kirúgás előtt elmondta, hogy Urbán Flóriánba bíznak, meg mennyire jó a szakmai munka, stb., majd 3 nappal később kirúgja. Tehát az a problémám, hogy van egy ilyen deficit bennem, hogy nem tudom komolyan venni azt, amit mondanak néha, és attól függetlenül, hogy Kisteleki István abszolút nem tudom így ilyen tisztelettel mondani, mert nem láttam futballozni, MB2-es futballista volt, edzőként meg ugye elenyésző, MLS elnökként meg kifejezetten sikertelen. Szóval, hogy nem tudom Kisteleki Istvánt ebből a szempontból felmenteni, bár Urbán Flóriát fel tudom játékosként, hogy ezért én úgy gondolom, hogy van helye a magyar futballban, de itt mondom, ilyen bizalomdeficit van velük szemben az én érzésemben. Rudi, személyes kötődés, ismeretség köztetek nyilván. Nagy ismeretség nincsen, nyilván, mint egy nagyon becsült ellenfél volt, mert amit Iván elmond, minden igaz, és hogy valóban Lipcsei Péterre szerintem egy nagyon párhuzamot lehet hozni, nem az életvitelüket tekintve, hanem a játékukat tekintve, hogy mind a ketten inkább egy ilyen védekező középpályás pozícióból lettek olyan meghatározó játékosai a magyar futballnak, akik előrefele is nagyon sokat hozzátettek utána, és képesek voltak levenni akár több embert is a középpályán, akár szólók által gólt szerezni. Ugye Flóri Zalaegerszeggel éppen bajnoki címet is nyert, és hát nem is tudtam, hogy a Szeged megint valahogy szóba fog kerülni ebben a műsorban, de mindig gondoskodtok róla. Ugye, ha jól láttam, Flórinak pont az edzői pályafutása Szegeden kezdődött, másodedzői pozícióban. Úgyhogy, szóval ez egy része, hogy van az emberben nyilván egy ilyen tisztelet. A másik része, meg van az edzői szakmai teljesítmény. Nyilván, amikor elkezdjük egy szezon, és 8 mérkőzésből egyet tudsz csak megnyerni, ugye a haladás ellen 1-0, és egy picit ilyen kilátástalannak tűnik a helyzet, akkor eljöhet az a pillanat, hogy az edzőben fogják látni ennek az okát.
És ugye Florival kapcsolatosan, mint edzővel kapcsolatosan azért nekem ilyen nagyon vegyes érzelmeim vannak, mert rengeteg nyilatkozatot adott arról, hogy nem kapja meg sehol a lehetőséget, aminek nyilván volt egy pici ilyen politikai sugallata is a háttérben, hogy az erők összefogtak ellene, és hogy ettől függetlenül, vagy ennek köszönhetően ugye végignézve az, hogy milyen csapatoknál volt Felcsúttól Pápán át Vasas, Csomád, Vecsés, Csorna, mit tudom én, Nagykőrös, Velence, Százhalombatta, szóval az az ember érzése, hogy tényleg már mindenhol próbálkozott, és hogy mégsem érezted nála azt a hatalmas áttörést most a BVSC-nél vállalt pozíciójáig, ahol az MB3-ból sikerült úgy felkerülniük, hogy ugye még osztályozott is kellett játszani, és egy új kiírás volt, és mindenki... Igen, mindenki felkapta a szemöldökét, hogy na, ez már valami. Ugyanakkor megint, amikor jött egy ilyen pozitív sugallat szakmailag, akkor néztem az ünneplést, néztem a nyilatkozatokat, és akkor megint úgy éreztem magam, mintha 80-as években lennénk, folytasör, születésnapon, sörös dobozokból, hegyépítve, meg mit tudom én. Szóval, hogy nyilván vannak olyan dolgok, amivel tud azonosulni az ember, és vannak olyanok, amivel nem, amivel nekem semmi problémám nincs, nyilván mindenki úgy menedzseli a saját karrierjét, ahogy szeretné. És amikor van egy ilyen vezető is fölötted, aki, ahogy Iván is említette, nem feltétlen mindig azt mondja, amit gondol, vagy ami történik, akkor ez tud egy ilyen helyzethez vezetni. És az érzettem válaszoljak is a kérdésedre, nem hiszem, hogy Urbán Flórián az elkövetkezendő években, vagy bármikor is NB1-es kispadon fog ülni. Na erre nem készültetek, de én megint készültem egy meglepetéssel, így a legvégére a műsorunknak. Hát ugye az elmúlt napokban sűrű volt a menetrend, pénteken a Kecskemét Mezőköves, szombaton a Puskás Paks, majd az Újpest MTK, vasárnap pedig a Fehérvár Zalaegerszeg összecsapásra látogattam ki. Na nem én, hanem ugye Máté Csabától idéztem, aki nem győzte hangsúlyozni, hogy nézőként. Na és akkor ez lesz a zárása a mai műsorunknak, hogy szerintetek, és ti ezt elhiszitek, hogy ő most nem azért látogat ki a meccsekre, hogy ízlelgesse, nézegesse, hogy hol tudná magát elképzelni? Tehát, hogy igazándiból, ha már Urbán Flóriról elhangzott, hogy nyilván valószínűleg nem lesz neki NB1-es kispadja, akkor most Máté Csabának kinéz egy, és hogyha igen, akkor melyik? Hát ugye nem beszéltünk sokat a Fehérvár-Zalaegerszeg mérkőzésre, de most már egyre több fórumon ugye azt találgatják, hogy ki fog előbb edzőt váltani. Lehet, hogy már mire a műsorunk kimegy, ugye kedd este már meg is történik valahol. Ugye ebben akartam reagálni, bocsánat, Ivánnak a mondatára, mert ugye azt beszéltük, hogy majd elmondja mindenki, amit szeretne, és akkor utána egy mondatban lehet reagálni arra az is esetlegesen. Az még lesz. Igen, ez még a bónusz. Ez még a bónusz track. Jó, nem baj, azért reagálok az Ivánnak most, ha belekezdtem. Szóval csak arra akartam, az együttötte meg a filmet, és nem vitatkozva vele, hanem valahol egyetértve a Juhász Rolival kapcsolatosan, hogy ki az, akit előbb el kell küldeni egy ilyen helyzetben. Szóval amikor van egy olyan edződ, aki egyszerűen képtelen nyerni, lejátszik 18 mérkőzés, amiből a hármat tud megnyerni, nem látod a fejlődésnek az egyetlen szikráját sem. És ilyenkor feltételezi az ember, nyilván, hogy egy ilyen helyzetben ugye választás elé volt valaki állítva, hogy vagy az edző, vagy a sportigazgató, vagy pedig valaki szeretett volna esetlegesen valakit elküldeni, szóval ennek nyilván az ember el tudja képzelni ezeket a szituációkat, de valamit váltani kellett. És hogy egy ilyen helyzetben, ahol sokkal inkább az edzőt terheli a felelősség, nem az van, hogy na akkor figyelj ide, köszönjük szépen, mert ez tényleg bárhonnan megközelítve is értékelhetetlen, ez nehéz. És attól függetlenül, hogy ki kit jelölt ki, mert a vezetőség jelölte ki Juhász Rolandot. Lehet, hogy Juhász Roland jelölte ki a vezetőedzőt, és akkor nyilván innentől kezdve az ő felelőssége is benne van a pakliban, de akkor kinek van benne a felelősség abban, hogy kijelölte Juhász Rolandot? Szóval, hogy én egyetértve Ivánnal biztos ebben a helyzetben, jelen pillanatban sokkal inkább a vezetőedző felé kanyarodtam volna, mert a változáshoz elsősorban ott a kispadon kell most Fehérváron változásnak történnie. Máté Csabával kapcsolatosan meg csak egy gondolat, azért úgy húztam el az időt, mert vele kapcsolatban nem kell sokat beszélni. Ugye az hozta nekem a felolvasott nyilatkozatod,
hogy, vagy azt jutott eszembe, hogy a Ferencváros oldalára volt egy ilyen nyilatkozat korábban, hogy keresik még Máté Csabának a helyét. Na most ez a hétvégi forduló ugye azt mutatja, hogy még nem találták meg, mert nagyon sok szabad ideje van Máté Csabának, és lehet, hogy scout lett, és ellenfél nézőben volt. Ez már tudjuk, hogy szabadon igazolható, és bármikor mehet, de nem ezért volt a Vidi meccsén. Iván, mielőtt reagálsz röviden te is Máté Csabára, akkor neked is megvan a lehetőséged, hogy volt-e bármi a Rudi mondandójából, amire szerettél volna reagálni, akár Szolai, akár Urbán Flóri, akár bármelyik téma kapcsán, Szoboszlai, vagy éppen ugye Juhász Roli. Igen, én a Szoboszlaival kapcsolatban ütötte meg a fülemet az, hogy a végén mondta a Rudi azt, hogy azért oda kell figyelni arra a brandépítésre, mert akár hogyan is, ugye a szád elé teszed a kezedet, stb. Szóval, hogy ebben egyetértek maximálisan. Ugye ez is csak azt mutatja, hogy a tökéletességet várják el a mai profi labdarúgóktól. Ugye mindig arról beszélünk, hogy gladiátorok, ugye? Ugye ők a gladiátorok, akiből az Instagram profilképen látszik, hogy tökéletes felsőtestük van, és hogy mindig a tökéletes dolgokat mondják. Én nekem az bejön Szoboszlai Dominikkal kapcsolatosan, hogy ő saját magát adja. Ő ugyanolyan önazonos gyerek, amelyik 16 évesen volt. Ő mindig is ez a excentrik, ezt angolul így mondják, mindjárt mondom, hogy mondják ezt a kifelé önbizalommal teli, nem találom a megfelelő szót rá. Tehát az a lényeg, hogy excentrikus, így van, excentrikus, köszönöm Szabi. Excentrikus. Igen, az úr hangja. Excentrikus emberről beszélünk. Már annyiszor be akartam műsorba kerülni, hogy... Ez nagyon jó, én szeretném. Több ilyet kérlek föntről. Szóval, hogy excentrikus emberről beszélünk, és ez jó. Tehát ezt nem kell szégyelni, nem kell itt beletömni abba a boxba, abba a dobozba, hogy na már pedig szerényen, alázatosan, mert lehet szerénynek, meg alázatosnak lenni mondjuk otthon. Én például pont egy ilyen ember vagyok, hogy kifelé egy csomószor azt hiszik az emberek, hogy én mindenhol, a feleségemben is, meg mindenhol. Én otthon egy szót nem szólok. Hát olyan, hogy Lewandowski vége a PSG-nek, és fölmosol otthon. Igen, tehát ez a típus vagyok én. És ezt nem vegyük el. Ez így van egyébként, ő is elmondja, hogy ne vegyük el Szoboszlai Dominiktól azt a lehetőséget, hogy ő is ilyen legyen. Na ez egyik. A másik pedig Máté Csabával kapcsolatban. Mondom, én az az érdekesebb, hogy tényleg nem beszéltünk össze, hogy menjen el a fenébe, Rudi, mert pont azt akartam mondani, hogy azért volt kint a meccsen, mert megtalálta a pozícióját a Fradi. Tehát ő az ellenfélnéző, ő az NB1-nek a scoutja, úgyhogy ezért volt ott. Hát nyilvánvalóan nem véletlenül oda ment el. Most lehet itt mondani, volt itt mindenféle mérkőzés a fordulóba. Nyilvánvalóan azért ment el, mert kíváncsi volt arra, hogy mi a helyzet a Fehérvárral kapcsolatban. Most, hogy ez azt jelenti-e, hogy a Fehérvárnak lesz a vezetőedzője, most, hogy nincs egy sportigazgató, ráadásul van edző, tehát nem lehet semmit se tudni ezzel kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy Máté Csabának a Vidihez való igazolás nem lenne jó. Szerintem eleve kéne várni egy kicsit, hogy leülepedjen ez, ami történt vele. Nézze meg, hogy esetleg külföldre tudná menni, el tudná menni mondjuk Romániába az első osztályba, el tudná menni, mit tudom én, Szlovákiába, a Dachhoz, vagy ilyen helyekre. Nem tudom, most valamit itt kitalálok a fejemből, de a lényeg az, hogy lehetne más lehetőség után nézni. Nem kell sietni ezzel a döntéssel, és én kívánom neki, hogy minél jobb döntést hozzon. Én pedig kívánom, hogy legközelebb is tartsatok velünk, ez volt a mai Piros-Fehér-Zöld, iratkozzatok fel YouTube csatornánkra, mindenképpen küldjetek lájkot, ha tetszett a műsor, és hát kövessetek minket a Facebookon, ugye ott is megtalálható a Piros-Fehér-Zöld, illetve az Instán is megtaláljátok akár Rudit, akár Ivánt, úgyhogy kövessétek be őket, ha még nem tettétek. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!